Kutyámnak visszatérő bőrgomba fertőzése van, milyen diétát javasol neki a doktor úr? A bőrgomba fertőzés egy izgalmas kérdés. Ha visszatérő a fertőzés, akkor ott valami olyan fertőzés forrás van a háttérben, amit föl kell deríteni. Ha a mikrosporiázisról van szó, ami a leggyakoribb bőrgomba fertőzés a kutyáknál is, akkor föl kell keresni azt az emlős állatot, amelyik hordozza a gombát. Az emlős bármi lehet a kutya környezetében, lehet a macska, lehet hörcsög, lehet tengeri malac, de akár ló, szarvasmarha, más emlős állat is. Sőt, maga az ember is természetesen, hiszen az ember is képes fertőződni és a fertőzést továbbadni. Úgyhogy ezek ilyen családi fertőzés formájában pörögni szoktak. Tehát elsődlegesen a válaszom az erre a kérdésre, hogy meg kell tudni, hogy mitől fertőzik a kutya vissza, föl kell fedezni a fertőzési forrását, és azt ki kell iktatni. Meg kell gyógyítani azt az állatot is, aki hordozza a fertőzést. Ha ott állunk már, hogy a fertőzés megeredt a kutyán, akkor először is kezelni kell a fertőzést, és a bőrét, szőrét táplálni kell. Erre vannak megfelelő készítmények, és olyan tápok is, amelyek erre vannak kihegyezve. Ezek általában ilyen bőr-szőr kondicionáló tápok címszó alatt kaphatók, de vannak gyógyszeres lehetőségek és gyógyszeres készítmények is, amelyek ugyanezt a célt szolgálják. A szőrképzésben és a bőrnek a regenerálódásában szerepet játszó anyagokat tartalmazva, ezt nyújtva az állatnak segíti ezeknek a regenerálódását és a gyors helyre reparálódását a hiányos szőrterülen, illetve a sérült bőrterületnek.